akkor jön a következő csoport, azokat is indítjuk útjukra. 199 jászberényi középiskolás, illetve 7.-8. osztályos, valamint 35 segítő vett részt az elmúlt héten pénteken megszervezett Álmaim Városa Flúgos Futam elnevezésű közösségi rendezvényen. A fiatalokat közös gondolkodásra hívó eseménysort a Lehel Pengő Erasmus Plus program keretében szervezték meg. Az a feladatunk és az a célunk, hogy olyan találkozási lehetőséget teremtsünk a fiatalok és a döntéshozók között, amelyek a fiatalok biztonsági zónájához áll közel, és el tudják mondani a véleményüket. Játékos formában próbáltunk rákérdezni arra, hogy milyen programokat szeretnének Jászberény városban megvalósulni, milyen tevékenységekhez csatlakoznának szívesen. Az ifjúsági kerekasztal vállalásai között szerepel, hogy megjeleníti a fiatalok véleményét arról, hogy milyen programokat, rendezvényeket látnának szívesen a város kulturális közösségi rendezvényei között. A diákok érdeklődési körét egy úgynevezett kincskereső útvonalon térképezték fel. Rendkívül pozitív volt a tapasztalat, egy olyan tanulási folyamat, amelynek a részesei voltunk mi is felnőttek. Az első, ami leginkább szóba került, az az egésznapos fesztivál program, amely nem csak a zenéről, nem csak a bulizásról szól, hanem különböző városi helyszíneken kerülnek megrendezésre egy-egy sportfoglalkozás, vagy művészeti kulturális foglalkozás, illetve nagyon büszke vagyok arra, hogy azt mondták, hogy egy ilyen kincskereső program, ami most van, erre mindig és nagyon szívesen csatlakoznának. Így nem véletlen, hogy a közeljövőben további hasonló programok megtartását is tervezik a városban.